Estét kívánok! És azzal kezdeném, hogy én egy kicsit olyan szempontot hoznék be, ami inkább egyfajta nevelési, pedagógiai szempont, kevésbé politikai, megszabályozási. Mert hogy azt gondolom, hogy az iskolának egy kicsit vissza kéne kerülnie a hétköznapokba, vissza kéne kerülnie a szülőkhöz, a családokhoz, a pedagógusokhoz, és az ő hatókörükbe, hatáskörükbe kéne utalni ezeket a kérdéseket. Persze ez önmagában is politika, hogy ezt ne felülről, ne egy szabályozó törvényrendeletben akarjuk megmondani, hogy hány óra és hány tantárgy kell egy kisgyereknek, hanem legyen egyfajta helyi ismeret és helyi kompetencia ezzel kapcsolatban. Nagyon jó, sok jó dolog elhangzott előttem, és igazából csak kapcsolódni tudok például ahhoz, hogy hát a minőségi szolgáltatás, tehát az oktatásnak az egyik legeslegfontosabb dolga lenne, hogy ma Magyarországon minőségi oktatást tudjunk adni a pici gyerekektől az egészen nagy gyerekekig, és ez egy csomó olyan változást, és egy csomó olyan újítást hordozna magába, ami ma nem látható. Nem látható, hiszen ma az iskolákban, ugyanabban a rendszerben, ugyanabban a struktúrában, és csak nem ugyanazzal a tartalommal tanulnak a gyerekek, mint mondjuk az én időmben, 30 évvel ezelőtt. Ami eléggé súlyos kérdéseket vet fel. Tovább megyek. Súlyos kérdéseket vet fel az is, hogy hogyan tekintünk ezekre a gyerekekre. Hogyan tekintünk azokra, akik belépnek az iskola kapuján, mi a dolgunk velük. Az a dolgunk, hogy átnyomjuk egy rendszeren, minél több információt a fejükbe töltsünk, minél inkább a nemzetközi méréseknek, az elvárásnak, a fegyelemnek, az engedelmességnek megfeleltessük őket, vagy hiszünk abban, hogy minden gyerekben van valami olyan egyedi és megismételhetetlen dolog, amit, hogyha feltérképezünk mi, mint pedagógusok, és azt mondjuk, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy te ki vagy valójában, és ezzel a dologgal foglalkozom, és persze közben megmutatom neki a világot, kinyitom a kapukat, elviszem, és megismertetem őt a különböző tudományterületekkel, de mindezt az ő személyes szempontjából, akkor van arra esélyem, hogy olyan felnőttek, és olyan vállalkozó szellemű, magabiztos felnőttek fognak ezekből az iskolákból kikerülni, akik utána elég bátrak lesznek ahhoz, hogy minden változással szembenézzenek. Az, hogy valaki családot alapítson, gyereket vállaljon, az egyfajta bátorság. Mert nem tudjuk minden tekintetben az összes pénzügyi, gazdasági és tárgyi körülményünket, arról nem is beszélve, hogy nem tudjuk az érzelmi körülményeinket biztosítani, végig az egész életünkre, de egyet tudunk az oktatásban, fel tudjuk készíteni a gyerekeket a változásra, fel tudjuk készíteni őket arra, hogy eléggé önazonosak legyenek, magabiztosak legyenek, képesek legyenek megküzdeni, képesek legyenek hinni magukban, hogy a kihívásokkal szemben nekik mindig lesz alternatívájuk, mindig lesz válaszuk. Nyilván ez nem holnapra fog eredményezni változást, hanem hosszú távon, de azok a szülők, akik ma beviszik az iskolába a gyerekeket, az egy gyereküket, és azon gondolkoznak, hogy legyen-e még egy gyerekük, és azt látják, hogy az iskola egy ellenfél, egy hatóság, egy olyan közeg, ahol bántják őket, akkor nyilván kevéssé fognak hajlandóak lenni még egy plusz két-három gyerek vállalására, viszont hogyha azzal szembesülnek, hogy egy partneri kommunikáció, egy támogató közeg, egy együtt gondolkodás van az iskolában, akkor nyilván ezt könnyebb elhatározni. Nehéz erről, még nagyon sokat lehet beszélni, viszont az nagyon-nagyon fontos, hogy létezik ez, tehát ez nem egy utópia, léteznek ilyen iskolák, léteznek ilyen próbálkozások, csak egész egyszerűen nem mindenki számára elérhető. És ha valami fontos, hogyha valami feladat van ebben a dologban, az az, hogy a minőségi 21. századi oktatás mindenki számára elérhető legyen. Köszönöm szépen!
Na, az AKG-ban a gyerekek be tudják majd tartani az 5 percet, ha jól látom, mert tessék. Na, de várjál, mert éppen az iskolának a vezetője, ugye Horn György mondta nekem egyszer azt egy interjúban, hogy az AKG egyébként tudom, hogy minek a rövidítése, és mondtam, hogy hát alternatív közgazdasági gimnázium, és mondta, hogy nem, az, hogy apám kurva gazdag. És innen jutott eszembe az a kérdés, hogy amit mondtál a végén is percegette, hogy mindez annyira szép, és olyan jó lenne elhinni, és hozzájut az a 30 gyerek, vagy 50 gyerek, vagy mit tudom mennyi, akik mondjuk ti fölvesztek, akik ennyi pénzt tudnak adni, vagy ezek a szüleik, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy hogy tudnánk kimozdulni abból, hogy arról beszélgessünk, hogy az alternatív iskolák, ahol elmennek a gazdag gyerekek és az ő gazdag szüleik, vagy fordítva, most mindegy, hogy ezek hogyan hathatnának azokra az iskolákra, ahova meg azok járnak, akik nem gazdagok. Minden, tehát egyrészt minden ilyen, hogy egy kicsit a védelmembe vegyem saját magunkat, minden ilyen alapítványi alternatív iskolának van valamiféle elképzelése, programja arra vonatkozóan, hogy segítse azokat a gyerekeket, akik nem tudják finanszírozni, vagy azokat a családokat, akik nem tudják finanszírozni azt az adott összeget. Másrészt, nagyon sok és valós kritika éri ezeket az iskolákat emiatt, viszont nagyon sok kifelé irányuló programmal, képzéssel, támogatással segítik más iskolákban dolgozó pedagógus társaikat. De mindez addig nem fog elérni egy kritikus tömeget, amíg a sarki általános iskola első B osztálytanítójának nincsen lehetősége elvinni az állatkertbe a gyerekeket, hogy élőben lássanak állatot. Na itt a kérdés, tehát mitől tudna elterjedni a szemlélet? Jó, pedagógusok oktatnak pedagógusokat, véleményt mondanak. Igen, én azt gondolom, hogy nem a natura száma csökkentésén kéne dolgozni, meg a tantárgyak átalakításán, hanem saját hatáskörbe kéne adni az iskoláknak azt, hogy mit és hogyan csinálnak a gyerekekkel. Saját hatáskör, tehát ezt mondod kurszóban. Hát a szakértők, azok a tanítók, akik ott vannak az osztályban. Igen. Jó, nyilván még hosszan tudnánk erről beszélni. Örülök, hogy fölvillantottál néhány dolgot. Köszönjük szépen.